Bagó Bertalan a teátrum rendezőjének köszöntője után Kálmán Imre születésnapján és Huszka Jenő halálának évfordulóján egy ízig-vérig magyar műfaj a Magyar Operett napja alkalmából különleges ajándékműsorral várták a Vörösmarty Színház művészei a közönséget. Az ötletgazda a műfaj kiválósága Keller János mellett Váradi Eszter Sára és Kis Diana Magdolna tolmácsolta az örökbecsű klasszikusokat. Abban a szerencsében volt részem fiatal színész növendékként, hogy dolgozhattam Rátonyi Róberttel. Én ott ismerkedtem meg ezzel a műfajjal, és amikor ide szerződtem a Vörösmarty Színházba, az első főszerepem az a Mágnes Miska című operettben Baracs mérnök Bon Vivant szerepe volt. És aztán szerencsére nem csak Bon Vivant szerepeket játszottam itt Fehérváron, hanem táncos komikus szerepeket is, úgyhogy kipróbáltam két szerepkört is, és annyira a szívemhez nőtt, hogy én szeretném ápolni és fenntartani ezt a műfajt, ameddig csak lehet, hiszen ha jól tudom, akkor az egyetlen színházi műfaj, ami megkapta a Hungarikum minősítést. Váradi Eszter Sára számára is mindennapi csodát jelent a műfaj, ajándék önmagának és a közönségnek egyaránt. Azt gondolom, hogy ebben az országban, de talán a határokon kívül is, szóval azt gondolom, hogy ez egy annyira miénk ez a műfaj, úgyhogy szerintem nincs olyan magyar ember, akinek az operettnek a ritmusaira ne dobbanna a szíve, meg ne kezdene járni a lába. Ezek az operett szerzők, ezek valamilyen egészen elképesztő képességgel írták ezeket a darabokat. Kis Diana Magdolna, aki szintén elkötelezett híve az operettnek, az érzelem gazdag történeteknek, a semmi máshoz nem hasonlítható zenének, amely szerte a Kárpát-medencében felcsendült ezen a napon. Nekem az operett a szívem csücske, abból is írtam a szakdolgozatomat. Az első szerepálmom gyermekkoromban Verecki Szilvia szerepe volt a Csárdás királynőből, és már teljesült is a szerepálmom, mert ez volt egyetem után az első főszerep, amit eljátszottam és elénekelhettem. Nekem az operett az az eszenciája a színművészetnek, mert jól kell táncolni, jól kell énekelni, és jól kell beszélni, és jól kell érezni. A műfaj ünnepén nem lehetett kétséges, hogy a közönség mosolyogva, énekelve, ünnepelve fogadta az ajándékot, hiszen a Csárdás királynő, a Csókosasszony, a Marica grófnő és a Mágnás Miska dallamai ezen a napon is mindenkié voltak.